azt szeretném, hogy minél jobbak legyenek a kutyák, hogy örömömet lássam benne. Örömömet, mert mikor látok kiskutyákat embereknél, hú, alig hasonlít a Bennettyhez, hát a szívem facsarodik. És azt nem szeretem. Hát minél is, és csak úgy lehet, hogy ha több van, próbálja az ember ezzel azzal párosítani, és akkor úgy jön. Másképp nem. Te megkérdezhetem, hogy ő körülbelül hány kiló lehet? Hát ő nem egy nagy kutya, olyan szerintem olyan 70 kiló körül lehet. De ő nem egy nagy kutya, ő egy ki... Hát az én kutyáim általában sokkal nagyobbak. Nagyobbak, én a német típusú Bennett-hegyit tartom előnybe, és azok sokkal erősebbek, ennél nagyobbak. Úgyhogy nekem van olyan Bennett-hegyi, vagy most is van, majd ha lássuk, van 90 kiló biztos. Lássuk a német típusú Bennett-hegyit. A rövid szőrű változat és a hosszú szőrű változatja van. Ez a két kutya, ez egy évesek. Mind a kettő egy éves, egy pár nap, egy hét különbség van a két kutya között. Két kant együtt tartok, ezt különösen megjegyzem, hogy két kant. Együtt tartok. Ezt sok mindenki nem tudja elképzelni, én nálam ez így működik. Két kan, és így, ezek így is nőttek fel, holott nem is testvérek, nem is rokonok, kiskutyának összeraktam őket, és azok így vannak azóta. Na most megmondom őszintén, hogy a hosszú szőrű kan számomra majdnem kétszer akkora, mint amit... Így van, ez az. Ezt magyarázom, hogy a fejtípusra, mindenre, én nekem ez a Bennett-hegyi. Azt egyébként nagyon jó vér, nagyon szép színe van annak a svéd kutyának, a német kutyára az kelletett, vagy kéne. Most megpróbálom a kettőt valamilyen szinten ötvözni, hát majd meglássuk az eredményét. Ők voltak már kiállításon? Természetesen mind a kettő fiatal sampion, igen. Fiatal sampion mind a kettő. Hívjuk már őket ide a kerítéshez, hát ha följönnek, jó? Gyertek már ide föl! Szervusz! Hát ez egy német kutya, teljesen német típus. A Zsazsa az anyja. Egyébként. Ugye a megalapító. Igen, az az anyja. Ő se van? Ne. Nem, egyik se. Egyik se van. Őtet Németországból hoztam. 3 évet vártam rá. Mire telefonáltak, hogy mehetek a kiskutyához. 3 éve? 3 évet, igen, mert megmondtam a német ismerősömnek, hogy nekem csak az Urszától kell, és az Aszkántól kell. Kutya, slussz. És telefonált 3 év múlva, hogy menjek a kutyáért. Nem is választottam, nem is láttam. Mennyi idősen hoztad el? 9 hetesen. Megkérdezhetem, mennyibe került a 3 év várakozás után ez a Bennett-hegyid? Hát baráti áron nekem 750 euró. De ez baráti ár, ez másnak 1000, legalább. Hát sajnos, de ez így működik. És ők? Hát ők, itt van egy, Gréti, itt van egy 10 éves, 10. éves lány, az már igen öreg szegény, de hát most nem tudunk vele mit csinálni, ő már ilyen. Gondolom, hogy ő is megjárta kiállításokat. Ő, azt hiszem, derbi győztes volt, igen, annak idején, úgyhogy ő is volt annak idején kiállításon egy párszor, de nem olyan túl sokat, ő inkább a régebbi típust képviseli. Ez a másik mellett, ez a lánya, ez 2 éves. Na most az, ha más kutyákat vesszük, ugye, akkor ott az maximum látok egy kant, egy szukát, de hogy kanok-kanok, szukák-szukák a Bennett-hegyi ennyire jó kutya, hogy így... Nem, azért nem teljesen így igaz, azért, ahogy mondjam, a két kant, mikor az ember összeenged, arra vigyázni kell, hogy a két kantnak ne legyen indoka összeveszni, sohasem, mert egyszer összevesz, utána vége a világnak. Na most meg kell mondani, hogy ne, te eszel először, utána te. És akkor kész, és soha többet, nem, megszokják. Aha. Ezek saját tenyésztési kutyák, nálam születtek végül is, ez világgyőztes, ez a sötétebbik, a másik az fiatal Európa győztes volt, egyébként német championok mind a kettő, az egyik inter champion, mert nem vittem már tovább kiállításra, egyébként mind a kettő lehetne inter champion is.
én a két kutya között látok különbséget fejformában, jól mondom? Így van, pedig ezek alomtestvérek. Érdekes. Ezek alomtestvérek, na most ez inkább egy kicsit az apjára hasonlít. Igen. Ebben meg van egy kis apja is, meg egy kis anyja is, meg egy kis nagyapja is. Ha meg tudnám mutatni a fényképeket, hogy így nézett ki annak idején a nagyapja, meg a... Egy alomba, ekkora különbségek vannak. Imádják a havat? Hát szeretik, igen. Nyalni, enni, mindent, rohangálnak benne, gyűrik, de hát sajnos keveset van az egy évben, hogy... Hogy ilyen idő legyen. Igen, igen. Ők örültek a mínusz 20 foknak? Hát nem. Nagyon rosszul viseli, mert az a baj Magyarországon, hogy egyik pillanatról a másikra változik az idő. Aha. És ez a szerencsétlen állat nem bír. Nem, egyszerűen fázik. Csak nézem a várat, hogy reszket a mínusz 20 fokba, mert már ilyenkor mostan ez kellemes időjárás neki. De egyébként ez a probléma vele, hogy nagyon szélsőséges időjárások között vagyunk. Na és ezért is élnek ezek a kutyák ilyen keveset. Két fiatal benedikon látunk, 7 hónaposak, mind a kettőnek más az anyja, más az apja. A korukhoz képest úgy néz ki, hogy egészen jó erősek, jó fejtípussal rendelkeznek, hát aztán majd a végén kiderül. Az mi a vége? Hát, mikor olyan másfél éves korára, hogy a foga rendben marad, a szemszíne rendbe áll, mert még ilyenkor ám sokat sötétedik a szeme is. Az egyiknek egy árnyalatnyit világosabb a szeme, mint kéne ennek, de viszont típusra nagyon jó, de sokat sötétedik. A Bennettinél kívánatos, hogy minél sötétebb szem. Mint neki. Forduljunk. Neki is Zsazsa az anyja. Neki is Zsazsa. Csak a svéd kan az apja. És úgy mennek már Zsazsát, Zsazsát nekem egy kutya sose fedezte be kétszer, csak mindig egyszer. Uh-huh. Mindig másik kutyához, viszont mindig a csúcshoz. Próbálom. Uh-huh. Ismerkednek a kamerával, figyeld. Ennek a kutyának is a Szila. Szila von Harmandorf az anyja, a Zsazsának a testvére. Uh-huh. És itt mellettük kik vannak? Hát, itt mellettük ez egy 2,5 éves kan, egy teljesen német szállam. Nálam született egyébként, de az apja... De ez hatalmas. Így van, ennek az apja is itt volt nálam, azt Németországból vettem annak idején, 6-7 évvel ezelőtt, sajnos az már nincs meg, a nyáron elment. Nem is tavaly nyáron ment el, és ő hasonlított legjobban az apjára, de a fényképet tudok mutatni, tiszta apja. Úgyhogy ez egy osztrák, egy Ausztriából hozott import szuka. Kiállítási eredmény? Hát ő még nem volt kiállításon, csak tenyészemnél, mert nem bírok ennyi kutyát rendesen beforrázni, hallgassa? A másik kutya az meg Kecskeméten ott volt, cacibos lett. Már Székesfehérváron cacos volt, úgyhogy... Hány kutyával mész kiállításra? Hát sajnos mindig 3-mal, 4-jel, 2-vel, de sajnos sokkal. Az miért sajnos? Drága a nevezési díj, és ahhoz kicsi a kocsim, hogy többet vigyek. Meg úgy sajnos, hogy na, sokba kerülne. Meg annyi kutyát, hogy rángat, mert tehát azért csak rángat. Ezt a kant, ezt Belgiumból hoztam, ez belga import kutya. Ez a kan, ez 8 éves most, 8 éves múlt. Korához képest én úgy láttam, hogy egész tűrhető. Úgyhogy ő is egy teljesen import kutya, ő is egy más típus képvisel, de viszont ezt a szépek a kis kutyái. Ezt a szépen a kis kutyái. Ez egy szlovák kutya, ez nem egy olyan nagyon nagy szám. Ez nálam született, ez a Zsazsának a lánya. Hát, fiatal, igen, 2 évesek, amaz 3 éves. És hogy hát így nekem is, mikor veszek egy kis kutyát,